A királyi napok keretében az ünnepség sorozat első napjától az országzászló térre várja a magyar méhésztársadalom a látogatókat. A háromnapos találkozó keretében számos programmal színesítik a méz ünnepét. Egyre többször próbálunk megjelenni különböző portálokon, média lehetőségeken, illetve olyan rendezvényeken a méhészekkel, illetve a magyar mézekkel, ahol tudjuk kóstoltatni, ismertetni a mézeknek a jótékony hatásait, és ezért próbálunk minden helyen helytállni, hogy a magyar emberek megismerhessék ezt a kiváló magyar mézet. Kis Norbert, a Fejér megyei Méhészek Egyesületének elnöke örömének adott hangot, hogy a méhészek a nehéz év után újra otthont adhatnak a találkozónak. Három napra kaptuk meg a várostól az országzászló teret, mézkóstolóval várjuk a vendégeket, interaktív játékok vannak az Ommesátorban, az Országos Egyesület sátrában, és vasárnap pedig mézlovagrendek felvonulásával, a méz idei év mézkirálynőjével és mézlovagavatással várjuk a vendégeket. Szombaton folytatódik a mézvásár, majd vasárnap Cserpakovics András Székesfehérvár polgármestere és Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke köszönti az ország mézlovagrendjeinek képviselőit.